Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. október 12-én csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Két kiskörösi is van a megyei Prímadéj közönségdíj versenyzői között. A Vattaiban számos programmal készülnek a diákoknak az idei tanévben. 21-19-re kaptak ki a női kézisek a halasiak ellen. A VOSZ Bács-Kiskunvár megyei szervezete immár 18. alkalommal 2023-ban is odaítéli a megyei prímadíjakat. Idén két kiskörösi, dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, valamint a kiskörösi születésű zongoraművész Szalai Éva is a jelöltek között van. Pénteken 0 órától a szavazatunkkal támogathatjuk őket abban, hogy elnyerjék a megyei prímadíj közönségdíját. Minden év augusztusában több száz levél indul útjára, melyben a VOSZ Bács-Kiskunvár megyei szervezetének elnöksége ajánlásokat kér a megyei prímadíj jelöltjeire. Idén is 100-nál több, indoklással is alátámasztott ajánlás érkezett a 10 kategória jelöltjeire a vármegye minden részéből. Nemrégen lezárult a jelölési folyamat, a szakmai zsűri a VOSZ megyei elnökségével közösen választotta ki az idei jelölteket, akik közül ketten kiskörösiek. A magyar tudomány kategória jelöltje dr. Filus Erika múzeológus, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója. Telefonos értesítést kaptam, Varga Alexandra hívott föl, és mondta, hogy ő a VOSZ-tól keres, és hát először én kulturális területen dolgozom, és hogy VOSZ nekem hirtelen nem jutott eszembe, hogy ez a Vállalkozók Országos Szövetsége, és akkor Alexandra elmondta, hogy kategória győztesként köszönt, és így hív föl, és hát én akkor szembesültem azzal, hogy már a megyei prímadíj tudományos kategóriájának győztese lettem, hiszen előtte én erről nem kaptam értesítést, de hát természetesen nagyon örültem neki, és nagyon megtisztelőnek érzem. Igazából ez egy visszaigazolás, hogy az a munka, az a szakmaiság, amit én képviselek, az igenis nem csak itt Kiskörösön, hanem az egész vármegyében fontos, és hát egy ilyen nagy szervezet alkalmasnak talált arra, hogy ezt a kategória győzelmet nekem adja, és hát természetesen ez még nem jár együtt a megyei prímadíj megnyerésével. 10 kategóriában van eddig 10 győztes, és majd egy hónap múlva Kecskeméten lesz egy nagy gála, egy díjátadó gála, ahol mind a 10 kategória győztes megkapja a számára odaítélt díjat, de ott fog majd kiderülni, hogy 10-ünkből ki lesz az a 3, aki a megyei prímadíjat elnyeri. Dr. Filus Erika amellett, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, tagja a Kiskörös Petőfi 200 Emlékbizottságnak, a Szivárvány Szlovák Táncegyüttesnek és a Kiskörösi Gondűző Borlovagrendnek. Megyei prímadíj magyar zeneművészet kategóriájában Szalai Éva zongoraművész került be a jelöltek közé, aki zenei tanulmányait Kiskörösön kezdte, dr. Pető István növendékeként, majd a Kecskeméti Kodály iskolában tanult zongorázni. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kitüntetéssel diplomázott, továbbá a madridi Zsófia Királyné Zeneakadémián is tanult 2 évig, majd a Hágai Királyi Konzervatóriumban szerzett mesterdiplomát. Nagyon megtisztelő és nagyon váratlanul is ért, ezt kell, hogy mondjam, mert igen, tényleg nem számítottam rá, úgyhogy igen, nagyon megtisztelő általában azért, nálam már sokkal pályájukon
több tapasztalattal rendelkező emberek, kollégák szokták ezt megkapni. Többek között az elmúlt években több volt tanárom is megkapta azt a díjat is magát, úgyhogy ez nagyon nagy örömmel töltött, és tényleg rendkívül megtisztelő, hogy erre most engem is méltónak talált a helyi közösség. A támogatók szavazata alapján választják ki azt a három prímadíjast, aki egy-egy millió forint pénzjutalomban részesül, illetve idén is lesz közönség prímadíj. Az utóbbit egy internetes szavazás alapján ítélik oda, de a kuratórium ezt igen nagy súllyal veszi figyelembe a három prímadíj eldöntésénél is. Ezért lenne fontos az, hogy mi kiskörösiek támogassuk a két helyi kötődésű jelöltet, dr. Filus Erikát és Szalai Évát október 13-án 0 órától a primadi.hu oldalon leadott szavazatunkkal. A szavazás során a rendszer eszközönként napi egy szavazatot engedélyez, amely a szavazás lezárásáig, november 24-én éjfélig minden nap megismételhető. A Petőfi 200 emlékév zárása alkalmából szervezett kétnapos programsorozat vendégeként érkezik városunkba a 2016-ban alakult Oliver from Earth zenekar, akiknek az erre az alkalomra megalkotott koncertjét láthatja a kiskörösi közönség a főtéren, október 13-án pénteken 18 óra 30 perckor. A Petőfi 200 emlékév kiskörösi zárásának ünnepi programja október 13-án az Oliver from Earth zenekar műsorával kezdődik 18 óra 30 perckor. A zenekar és a vendégelőadóik erre az alkalomra alkottak meg egy különleges, könnyű zenei koncertet. Egy nagyon érdekes és különleges produkcióval készülünk a 13-ára kiskörösre. Egy olyan felállással, ami még soha nem történt meg, és simán lehet, és soha nem is fog többé. Egy külön válogatott zenészbrigáddal és előadóbrigáddal állunk majd színpadra. Az összes előadó valamilyen szinten kötődik Petőfi Sándorhoz, mert vagy megzenésített már egy művet, vagy részlet olyan produkcióban, ami Petőfihez köthető. Ilyen volt a NOP például, akár a Pilvaker is, ami nem közvetlen csak Petőfi, hanem ugye több költő. Is. Onnan is érkezik előadónk például. A zenekar és a vendégművészek nagy izgalommal várják a kiskörösi fellépést. Többek között érkezik Kardos Horváth Janó, Orsova Ireni, Szivák Zsolti, Bom, itt lesz velünk a DSP-ből, Furacsé, itt lesz velünk Popovics Gyuri, Dániel Figergő, én is, mint Oliver from Earth, és gyakorlatilag a saját dalainkon kívül olyan dalokat is előadunk, akik például vers megzenésítések, amik amúgy saját dalok. Az október 13-ai kiskörösi koncert fellépői megtiszteltetésnek érzik, hogy Kiskörösön, Petőfi Sándor szülővárosában léphetnek színpadra. Azt gondolom, hogy ez egy méltó lezárása lesz ennek a bicentenáriumi évfordulónak, rendezvénysorozatnak, és büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csapattal állhatunk majd a közönség elé. Ha valaki egy különleges zenei produkcióra vágyik ezen a hétvégén, ne hagyja ki a koncertet, hiszen mint elhangzott, ezt a műsort egyetlen alkalommal láthatja a közönség itt Kiskörösön, október 13-án, pénteken 18 óra 30 perckor. Már javában tart a 2023-2024-es tanév, amelyre a felkészülés a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium dolgozói számára zökkenőmentesen indult. Ebben a tanévben számos programmal készülnek a diákok számára. A 2023-2024-es tanév közel két hónapja vette kezdetét, amelyre a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium dolgozói augusztus 20-a után kezdték meg a felkészülést. Az intézmény tanári karának létszámában számos változás történt. Volt, aki nyugdíjba ment, és hát hiába van nagy tapasztalata, de nélkülöznünk kell a nagy szakmai tapasztalatát, például a Csatainé Kati. De tovább is segít nekünk, itt van egyébként a tanáriban, tehát most is besegít dolgozni. Néhány kolléga úgy hagyott itt bennünket, hogy másik iskolába ment, de átszervezéssel meg tudtuk oldani a problémát, illetve egy régi új kollégát vettünk fel, Ceffer Milán személyében, aki az informatikai, hát én úgy szoktam mondani, informatika tanszéket erősíti.
A szeptemberi tanévkezdés a gólyák számára volt a legizgalmasabb, hiszen 4 osztály indult a 9. évfolyamban az idei tanévben. Az új diákoknak gólyahéttel készültek az intézményben, amely segítette az ismerkedést, valamint az osztályközösségek kialakulását. Aki látta a városban a 9-eseinket, akik mondjuk párnahúzatban hozták a felszerelést és pizsomában vagy köntösben jöttek, vagy esetleg szüretelőnek öltöztek be, gumicsizmába jöttek és vödörben hozták a tanfelszerelésüket, ez elég érdekes volt szerintem, de több ilyen rendezvényt tartottunk, ügyeltünk arra, hogy azért a gólyahéten a foglalkozások, az órák is meg legyenek tartva, de a szünetekben azért mindenkit emlékeztettünk arra, hogy van új 9-esünk, és a 9-esek is észrevehették, hogy ők nekik még be kell illeszkedni ebbe az iskolába, ebbe az iskola rendjébe. Új sportcsarnokkal bővült az iskola épülete, amely számos iskolai rendezvény helyszínéül szolgál majd. Az első ilyen esemény az október 13-án és 14-én megrendezésre kerülő Eker lesz, aki teremlabdarúgó torna lesz. Bár egyszer már felavattuk a sportcsarnokot, de igazi sportrendezvénnyel most fogjuk felavatni. Először egy kétnapos nagyszabású rendezvényünk lesz, illetve előrébb hozzuk a szalagavató ünnepséget. Eddig mindig úgy próbáltunk bejutni más iskolák vagy más helyeket találva, és csak márciusban sikerült a szalagavatót mindig megszervezni. Most, mivel van saját sportcsarnokunk, ezért előre hozzuk, és december 15-én meg fogjuk tartani. Emellett október 20-án egy nagyszabású pályaválasztási kiállítással is készülnek a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégiumban az intézmény dolgozói. Október 11-én a Kiskörösi Bem József általános iskola pedagógusai játékos foglalkozásra várták az óvodásokat a szabadidőparkba. Az óvisok sportos feladatokat teljesítettek, és emellett megismerkedhettek leendő tanítónénieikkel is. A Kiskörösi Bem József általános iskola a tanév során 3 olyan alkalmat szervez, amelyre az intézmény meginvitálja városunk óvodásait, így október 11-én közel 150 gyermek vett részt a szabadidőparkban megrendezett eseményen, ahol a leendő elsősöknek sportfeladatokat kellett teljesíteniük. 6 állomás lesz, az ugrálóvár, lesz kötélhúzás, lesz futóverseny, célba dobás, akkor kapura rúgás, és lesz majd ejtőernyő, amivel a középpontba kell majd a labdát ügyeskedni. Az intézmény már a korábbi években is szervezett hasonló eseményt a leendő iskolások számára, melynek célja, hogy a nagycsoportos óvodások megismerkedjenek leendő tanítónénieikkel, így az első osztály megkezdése sokkal gördülékenyebben fog menni számukra. Sokkal jobban vették az akadályt, mert tudták, hogy kihez fognak majd járni, és biztosabb pont volt az életükben. Meg ugye itt azért nem az, hogy meg kell felelnie, hanem itt együtt játszunk, nevetünk, szórakozunk, és úgy veszi, minthogyha mi, tehát hogy azonos partnerek vagyunk. Az esemény megszervezésében és lebonyolításában az intézmény vezető helyettes mellett Kecskés Lilla, Csonka Rita, Kuruc Bernadett, Lasztovica Marcell, valamint Lasztovica Ákos vett részt. A következő ismerkedős foglalkozás februárban lesz, amely más témaköré épül majd. Terveztünk egy kézműves foglalkozást, akkor már behívjuk az leendő elsősöket az iskolába, hogy ott is megismerjék magát, az épületet, a tanítónéniket, ugye a nagy forgatagot, mert azért sok gyerek közé kerülnek be a kis pici gyerekek, és azért félelmetes nekik, amikor először kezdenek jönni iskolába, így legalább jobban megismerik, bátrabbak lesznek, talán nem lesz annyi, hogy vissza szeretnének menni az óvodába. A márciusi utolsó alkalmon pedig forgószínpadszerű foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, ahol mesedarabokkal, táncokkal, valamint a digitális táblával ismerkedhetnek. Emellett a negyedikesek ajándékkal is készülnek a nagycsoportosok számára.
A kiskörösi NKSS-e vármegyei első osztályban szereplő gárdája október 7-én hazai környezetben mérkőzött meg a kiskunhalasi UKSC csapatával. A találkozó két gólos kiskörösi vereséggel zárult. Október 7-én a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú bajnokság 5. fordulójában hazai környezetben fogadta a kiskörösi NKSS-e csapata a kiskunhalasi UKSC gárdáját, amelyre a kiskörösi együttes heti 3 edzéssel készült, valamint az eddig lejátszott találkozókból is levonták a következtetéseket. Az elmúlt mérkőzésekből tanulva mondtam a lányoknak, hogy több első szándékból történő kapura lövésnek kell lenni. Na most ezt azért nem nagyon kaptam meg. Kicsit félénkek voltak, nincs önbizalmuk. Hát ugye akkor a csapatnak kevés a pontja, kevesen ülnek mögötte a padon. Ez ezzel jár, hogy mindenki egy kicsit óvatosabb, és ez a pici óvatosság, ez megbosszulta magát, mert így relatívát kevés gólt tudtunk lőni. Cérna János elmondta, hogy az alacsony létszámú játékos keretből adódó nehézségek ellenére elégedett a lányok játékával, hiszen kiegyenlített küzdelmet láthattak a szurkolók, ugyanis a mérkőzés 42. percében még vezetett a kiskörösi csapat. 19-16-ra vezettünk, arra hívtam fel a lányok figyelmét, hogy ne rohanjunk, mert nem igazán tudok cserélni, és egy-két játékosom már láttam, hogy kezd a 45. percben fáradni. Inkább azt mondtam nekik, hogy védekezésben nem lehet pihenni, ott végig kell pörögni, támadásban lehet, kétszer oda-vissza végigjáratjuk a labdát, az a 25-30 másodperc, addig tudunk pihenni, és utána megint fel kell gyorsulni. Keresztmozgások, kapura lövések vagy húzások. A találkozó a sok vendégbüntetőnek köszönhetően 21-19-es gólarányú kiskörösi vereséggel zárult. 4 ellen, tehát 12 a 4 ellen, az ugye, az sajnos az egy ilyen szoros mérkőzést, ahol két egyforma szintű csapat játszik, ez abszolút eldönti. Tehát ezek után már nincs is miről beszélni. Halas elég jó belövögette őket, mikor 12-ből 8-9-et belőttek, hát majdnem csak ebből szereztek gólt. A kiskörösi gárda jelenleg 2 ponttal a tabella 6. helyén áll a 8 csapatos bajnokságban. Legközelebb október 15-én lépnek pályára a Kalocsa KC otthonában. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Két kiskörösi is van a megyei Prímadéj közönségdíj versenyzői között. A Vattaiban számos programmal készülnek a diákoknak az idei tanévben. Különleges koncerttel érkezik városunkba az Oliver From Earth zenekar. Sportfoglalkozásra várta az óvodásokat a Bemiskola. 21-19-re kaptak ki a női kézisek a halasiak ellen. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, majd Heti Arc című műsorunkban Juhos Juhász Adrien helyi vállalkozó lesz a vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra! Egy jó pizzáért nem kell messzire menni. Az olasz ízek közelebb vannak Önhöz, mint gondolná. Scarpetta, ahol érezheti a különbséget. Jöjjön el, nézze meg, hogyan készül az étele. Néhány percen belül már frissen, forrón az asztalán lesz. Scarpetta Pizzeria a Halasi strand nyári bejáratánál. Scarpetta, olasz ízek, Önhöz nagyon közel.